vagy elmez bár, mindenféle furcsaság. Ha eljöttél, hát ülj közé, te is légy vidám. Gyere, énekeld velem ezt az egyszerű kis dalt. Meglátod, hogy milyen gyorsan megjön a hangulat. Gyere, énekeld velem ezt az egyszerű kis dalt. Meglátod, hogy milyen gyorsan megjön a hangulat. Milyen apropóból rendeztétek ezt a mai délután? Másodszorra szerveztük meg a szárszói farsangolót. Ki volt a szervezője ennek az eseménynek? Balatonszárszói Fiatalok Egyesülete, illetve azok, akik szeretetből is csatlakoznak hozzánk, sok segítőkéz. Milyen programmal vártátok az itt megjelenőket? Volt egyéni játék, illetve hát csoportos, amiben a felnőtteket is bevontuk. Volt öltöztetési játék, aminek az a lényeg, hogy egy idő alatt minél több ruhát vegyenek föl magukra. Akkor volt lufifújó verseny, szerpentindobó verseny, volt táncoltattuk a söprűt, fánkevő verseny volt, amiben természetesen a felnőttek is részt vettek, és be is vontuk őket, és voltak vállalkozó szelleműek, akik játszottak a gyerekeikkel, illetve a gyerekeik ellen. Én úgy gondolom, hogy sikerült mindenkinek korosztályilag is találnunk játékot a mai délután folyamán. Mennyien öltöztek be a mai délutánra? A felvételeken is majd látszódni fog, hogy szerencsére nagyon sok gyerek beöltözött, akikre gondoltunk, és a faluhoz hűen egy süsüs pezsgőt kapott mindenki, és nagyon boldogok vagyunk, hogy szülők is beöltöztek, akiket szintén megjutalmaztunk, igaz, hogy nem süsü pezsgővel, de pezsgővel. Az ételeket kikészítették? A fánkot a délután folyamán Szipriné Tarsó Janikónak és Torma Mariannak köszönhetjük, és közülünk is voltak segítőek, akik még pluszba beálltunk a konyhába folyamatos készítés során. A kísérő programokról mondanátok pár szót? Piroska néni farsangi kézműves foglalkozása várta a fiatalságot, illetve Noéminél csillámtetoválást lehetett készíteni. Hogy értékelitek a mai délután? Szerintem a gyerekeknek az arca mindent elmond arról, hogy hogy érezték magukat. Nem volt olyan gyerek, aki sírva ment volna haza. Én úgy gondolom, hogy jó volt a mai délután, és remélem, hogy holnap is ezt fogom tőlük hallani, ha majd találkozom velük. Az este további programja hogy alakul? A kicsivel nagyobbakra is gondoltunk, úgy így 7 órakor karaokét szervezünk, úgyhogy reméljük, hogy azon is nagyon sokan részt fognak venni. Sziasztok, hogy érzed magad? Jól. Milyen játékokban vettél részt eddig? Szerpentindobásban, banánlabda, meg lufifújó verseny. Most vagy itt először a farsangon, vagy voltál máskor is? Voltam máskor is. Az iskolában most lesz majd a farsang. Már készültök rá? Igen. Megvan már, hogy mi lesz, ne áruld el. Megvan már? Igen. Melyik volt a kedvenc játékod ma? Banánlabda. Kivel érkeztél ma ide a rendezvényre? Az egész családdal. Szia, először vagy itt a farsangon nálunk? Igen, először. Kivel érkeztél ide? Nagymamámmal, mert ő a szerszói. Milyen játékokban vettél részt? A Landis the Banánban, a fánkevő versenyben most vettem részt, és meg az öltöztetősben többször részt vettem. Melyik játék tetszett a legjobban ezek közül? A fánkevő verseny, mert ott nagyon vicces volt folyamatosan enni a fánkat, mert mindig kiesett, és nagyon vicces volt. A kézműveskedésben is részt vettél? Én nem teljesen, a nagymamámnak segítettem egy picit. Mit csináltatok? Egy olyan boszorkánykalapot, fekete-fehér boszorkánykalapot csináltunk. Kivel érkeztél ide ma délután a farsangra? Anyával. Hogy érzed magad? Jól. Milyen játékokat játszottál te eddig? A lufival kardoztunk. Más játékot nem is játszottál? Beszálltam ezekbe a játékokba, ami itt van. És melyik tetszett a legjobban? Az a pudingos, az nagyon vicces volt. Abban is játszottál? Igen. Nyertetek? Nem. De az a lényeg, hogy jól érezted magad. Először vagy itt a farsangon, vagy voltál már máskor is? Először vagyok itt. Kivel érkeztél a farsangolóra? Anyával, meg a távúttal. Minek öltöztél? Nagyon szép ruhád. Hercegnőnek. Milyen játékokat játszottál te? Lufisztam.
Táncoltam. És látom, készítettél egy szép kalapot is a Piroska néninél. Igen. Nagyon szép illik a ruhádhoz. Ettél a fánkból? Igen. Finom volt? Igen. Hogy érzed a falsangolón magadat? Jól. Melyik játékokban játszottál eddig? Amikor kellett vinni a kanálon a tojást. És melyiket szeretnéd még játszani? A fánkevő verseny. Kézműveskedésben is részt vett? Igen. Mit készítettetek? Kalapot. Kivel érkeztél ide a falsangolón? Az anyukámmal. Máskor is voltál már? Igen. És a jövő héten lesz a suliban a falsang. Megvan már, hogy mi leszel? Ne áruld el. Igen. Szia, hogy érzed magad itt a falsangon? Jól. Kivel érkeztél? Anyával, meg az egyik tesómmal. Máskor is voltál már itt a falsangolón? Voltam. És hogy tetszett? Meg most hogy tetszik? Tetszik. Milyen játékokban vettél részt? Az elsőben a puding evő versenyben annak, abban nem, de a többiben részt vettem. És melyik tetszett ezek közül a legjobban? Fánkevő verseny. Nagyon ízlett a fánk, finom volt? Igen. Szia, kivel érkeztél ma a sangolón? Az apukámmal és az anyukámmal. Milyen játékokat játszottál eddig? Eddig mindegyiket kipróbáltam. Szuper, és melyik tetszett a legjobban ezek közül? A banánlökő. A banánlökő. Te látom, be is öltöztél. Megmutatod nekünk, hogy minek öltözt, és elmondod, hogy minek öltöd? Igen. Stormtroopernek, Star Wars. És hogy érzed magad? Jól. Máskor is jöttök a pályékkal? Igen, szerintem. Hogy ízlett a fánk? Finom volt. És még a versenyben is részt vettél, igaz? Igen. Szia! Hogy tetszett a mai rendezvényünk? Jól. És hány játékban vettél részt? A lángosevőbe, a székbe, meg a luffy fújásba, öltözködőbe. És melyik játék tetszett neked a legjobban? A szék. A szék foglalós? Igen. És hogy ízlett a fánk? Jó volt. Mennyit tudtál belőle egyszerre megenni? Keveset. És kivel érkeztél erre a rendezvényre? Anyuval, meg apuval. És anya és apa játszott valamelyik játékban? Igen. Na, és hogy tetszett nekik? Jól, apu a székfoglalóba, meg anyu, meg a banánosba. Gyere, énekel velem ezt az egyszerű kis dalt, meglátod, hogy milyen gyorsan megjön a hangulat. Gyere, énekeld velem ezt az egyszerű kis dalt, meglátod, hogy milyen gyorsan megjön a hangulat. Gyere, énekel velem ezt az egyszerű kis dalt, meglátod, hogy milyen gyorsan megjön a hangulat. Gyere, énekel velem ezt az egyszerű kis dalt, meglátod, hogy milyen gyorsan megjön a hangulat. Gyere, énekel velem ezt az egyszerű kis dalt, meglátod, hogy milyen gyorsan megjön a hangulat.